Uniós pályázatok sikerében bízik a Jeddi önkormányzat. A Maros megyei községben ugyanis nincs csatornahálózat, és a szociális problémák is ijesztő méreteket öltenek. A Maros megyei falu ezen utcájában rengetegen élnek a létminimum alatt. Kilátástalan a helyzetük, és folyton abban bíznak, hogy valaki segíteni fog nekik. Ugyanilyen nehézséget okoz az is, hogy a településen nincs kiépítve a csatornahálózat. Mindig, amikor esik az eső, vagy jönnek egy kocsik, egy nagy kamion, inte elmegy, vagy hozzák a szemetet, izét, mindig befolyik a sánba vissza, mármint a föld, visszanyomják. Csatornahálózat kiépítése és a szociális problémák enyhítése. Ez a két legfontosabb terve az új községvezetésnek. A vízhálózat pályázatát a napokban adják le, tudtuk meg a polgármestertől. Ez 1 millió euróról szól, és ez lesz a kanalizálásnak Jedden a úgymond a start értéke, mert ez nem lesz még elég, de ezzel el tudunk indulni. Továbbá a pókus pályázatot írjuk, amit 6 millió euró a plafon, de mi egy olyan 4,5 millió euróra írtuk meg. Ez a szociális problémákat kezelni, főleg a roma problémát, de nem csak. Új cégek alkalmazottak támogatásától egészen ilyen központig, ami a rászoruló gyerekeket majd tanítani, etetni fogja. Emellett egy testvértelepülési találkozó megszervezését tervezik, de szeretnék felújítani az önkormányzat épületét is.